Na, sziasztok, én Ákos volnék, és itt lennénk egy következő videóval. Hát, igen, ebben a mai videóban futball kvízezni fogunk. Hát, ez egy olyan játék lesz, amivel hát ilyen animált képekről, tehát egy focistát berak egy ilyen animált képet, és, vagy hát olyasmit, és ki kell találni, hogy melyik játékos, így az EB-ről. Itt van a csatorna neve, nézzetek majd föl rá, nagyon jó kis kvízeket csinálnak. Természetesen ezt a videójukat még nem láttam, vagy hát nem próbáltam, de hát igen, vágjunk is bele. Lenémítottam, mert a zene, ami benne van, hát a copyrightos. Hát ez könnyű, ez Cristiano Ronaldo. Ez Havertz, szerintem. Kai Havertz. Oké, eddig jó. Puh, ez Gnabry, nem? Ez ugye az EB-ről van az egész cucc, tehát... Ja, Gnabry. Ez Goretzka. Ha jól tudom. Goretzka. Pont a magyarok elleni gólja, nem? Ne, ja nem, ez a Kimmich. Ja, ez a Kimmich is. Jó. Akkor ez nem jött be. Hát ez a Levo. Ez a Levo. Amúgy, ha nem lenne a mez rajta, meg a izé, tehát akkor nem ismerném amúgy föl. Tehát nem valószínű, ez a Szesznyi. Ja, ez a Szesznyi. Hát jó, most így lengyel kapus most. Ki ismeri eléggé a foci világát, azért az egyből rávágja, hogy ez Szesznyi lesz. Megmondom őszintén, a svájciakat annyira nem ismerem. Például nem tudom most, hogy... Ja, Csaká, vagy Saká, vagy hogyan kell ejteni. Őt pedig ismerem, csak nem jön. Hú, na, ezt se tudom. Jó kezdődik amúgy, hogy ma a 6. az 7. nem tudom, a svájciakat nem nagyon. És meg a Shaqiri pedig azt is ismerem. Na jó, jó, hát ez a Chiellini. Az öreg Chiellini. Hát olasz csapatkapitány. Ja, ez a Chiellini. Ez meg az Immobile. Zotta. Én ezt így a hajáról állapítottam meg. Ja, most miért rá? Jó van, ezt így a hajáról meg lehetett állapítani. Ha, ez nem a Chiesa, vagy nem. De ez a Chiesa lesz. Ja, ne, ja. Akkor Jorginho, bocs. Hát itt bajba vagyok. Lindelöf, vagy Zindező, vagy hogyan kell ezt, fogalmam nem volt. Ez a, az az a, milyen neve az az, nem, fú, pedig tudom, csak most nem jut eszembe, nem jut az a. Izsák, vagy Izák, vagy az, basszus, nem jutott eszembe, komolyan mondom, ezt pedig tudtam. Hát ez Pogba, ez könnyű. Hatos messze, meg hát azért látszik a fején is, hogy Pogba, meg hát a haja, az is. Látszik, hát ez meg a Griezmann, hát ez is könnyű, igazából francia hetes, meg hát ugye, na itt is azért látszik, mégis ilyen most hosszú haja van ugye Griezmannnak. Jó, persze már egy ideje az van neki. Hát ez meg a Bappé. Hát ezek így könnyűek, csak ne kezdjem bedobálni nekem ilyen új-zélandi, vagy új-zélandi, ilyen, úgy tudom én, ilyen osztrákokat, meg ilyeneket. Ez a Pukki, nem? Ez. Amúgy ez hamis. Amúgy a Pukki. Ez. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy magyar is lesz ebben. Remélem, hogy lesz. Ez is a Pukki, ott van. Na. Nem tudom, melyik ez, nem tudom. Ja, hát nem is ismerem, ez a Pohian Palu. Hát ez a Lukaku. Igen, 9, belga 9-es. Belga gólvágó, mondhatnánk így is.
Na, következő, az meg az Éden-Azár. Hát, megmondom őszintén, hát a Reálnak nem ő volt a legjobb igazolása. Ez a De Bruyne. Ez a De Bruyne. Hetes, lesz számú, De Bruyne. Fú, ez meg van William, nem? Vagy ez nem William? Nem a Bél, azt tudom. De nem, ez a Remzi van, pedig van, Velszi William is van, a Velszieket se ismerem annyira. Na hát, ő az, jó, őt azért ismerem, a Gerard Bél, hát Garázs Bél, azt mindenki ismeri. Gerard Bél, azt lehet nem mindenki, de azért, hát jó, inkább régebbről volt. Nagyobb formában most már annyira nem. Milyen ez meg a Harry Kane. Angol csapatkapitány. Ez könnyű volt. Az meg a Sterling. Az angolok bal szélsője. Az talán. Sterling. Nagyon jó játékos. Hú, ez maga. Nem a Maguire. Harry Maguire. Vagy ne. Nem, ez a Mount. Mount. Ja, Mount. Már. Azért mondom, mert most majdnem becsapott. Ez meg ki. Ja, ez a észak-makedóniai pali. Például ezt sem ismerem, az észak-makedónia között egyet sem ismerek, most az előzőt így. Így ránézésről tudom, hogy üzés. Ezt például egyáltalán nem ismerem. Ez a Bruno Fernandes. Hát már erről mondjuk a tetkójáról ki lehetett szúrni, ha nem arról, akkor a portugál mezről, vagy esetleg a fejről is mondjuk. Ugye van szakálla, de hát ugye itt nincs. Hát igen, ez a Ronaldo. Hát annak örülnék a legjobban, hogyha ez a kép ez nem készült volna el, mivel ez pont a magyarok elleni gólöröm, vagy hát pont a magyarok elleni meccsen készült. Hát ez is, ott Kleinesler ott van a háttérben, ez amúgy ez a Bernardo Silva, nem? Nem gyereke vagy, ki ez? Ja, Bernardo Silva az. Akkor jól gondoltam. Húha. Na ne, ezt nem tudom. Nehogy ez a Perisic. Húha. Hát ez meg a Modric. Ezt már a fejéről meg lehetett állapítani. Tehát simán meg hát. Horvát 10-es csapatkapitány. Ja, Luka Modric. Ez egyszerű volt. Ojjaj. Hát, mi ez a Kovácsics? Na ne. Ez meg a Kasper Schmeichel. Hát, nagyon jó kapus. Amíg, tudom én, 34 év körüli, de még mindig rohadt jó kapus. Hát ez meg az Eriksen, aki ugye, hát ugye sajnos szívrohama volt. Azt hiszem a, fú, nem is tudom. Nem tudom én melyik meccsem. Tudom, csak nem jut eszembe. Na. Ezt például nem tudom most ki. Christensen. Milyen csapatba játszik? Chelsea-be? Jaj, ne ezeket se ismer. Ezt fogalmam nincs például így ki. Majd lehet tudom, de én nem. Á, ezt nem ismerem. Fricsk. Hirtelen esik, tudom, komolyan mondom. Ja, hát jó van, ezt ismerem. Hát jó van, igazából sok focistát ismerek, de csak az ismerteket ismerem. Leginkább. Hát ez meg a De Jong. Borsás De Jong. Nagyon jó formában. Ez meg a Memphis Depay. Hát ugye a Barca játékosa. Hát úgy ilyen barátságos meccseken rugott egy-két gólt, tehát lehet, hogy bejött a Barszának ez az üzlet. Ez meg a Wijnaldum.
Hát igen, ő már ingyen ment a PSG-be. Hát azért volt itt egy-két átigazolás. Hú, basszus. Ez már nem a Marcos Llorente, vagy ki ez? Ne, de ez a Marcos Llorente, nem? Az a Marcos Llorente. Hát a Real legközelebb meg még egyszer meggondolja, hogy eladja. Vagy tudom én ingyen elmond, de ez meg a Morata. Ezt nem kommentálom. Ne húzz én el, macska. Fú, gyerekek. Rodri talán, vagy ki? Fú, sem. Nem tudom. Ne, ez a Pedri. A Pedri. Ez meg a, ez a Robertson. Jó, ez rájöttem. Itt, itt ebbe az arcába állapítottam meg, hogy ez a Robertson. Hát, hogy skót. Most abból is. Ez például van, nem tudom. Gilmore, hát a kedvencem a Gilmore, hát nem tudom a Gilmore-t, ami nem, hát ez a gulácsi, hát ezt ki nem tudja. Az elő, hát nem a kedvencem a Gilmore, amúgy csak bírom Gilmore, de gulácsi, hát ez könnyű volt. Na, még egy magyar jöhet. Ez a Szalai, ez a Szalai. Bezzeg megint minket beraktak utolsóként a videóba. Nem, nem utolsó. Szóval ez a Szalai. Ez könnyű volt. Hát jó, most magyarként. Ez valami ruszki. Ez a ruszki squadból van. Az jó kérdés, hogy ez melyik. Jó, azt nem is ismerem. Húha. Húha. Bajba vagyok, bajba vagyok, gyerekek. Ezt se tudom. Jó, van, ezt se ismerem. Én aztán még én mondom azt, hogy értek a focihoz. Ez meg a David Alaba osztrák, ez könnyű volt. Ugye, Realba igazolt. Igen. Ez meg a Zabitzer. Szerintem. Ez is osztrák, Zabitzer. Igen. Fogalmam nincs, hogy ki. Mi ez a Zinchenko? Nem a. Ezt se tudom, hogy ki. Fogalmam nincs, gyerekek. Hát olyan körülbelül egy, most teszem azt, ilyen 60-ból egy ilyen 40-et találok. Talán. Ha Ákos nem lesz lusta, akkor megvágja a videót valahogy. Hát, amúgy nem tudok videót vágni, csak mondom. Tehát, hogy majd valamelyik alsó sarokba, vagy valamelyik sarokba majd felteszem, vagy oda rakom a végén, vagy nem tudom én, hogy... Ja, basszus, ezt nem is néztem az ülőnc, most bocs, ez a jálmaz, nem? Vagy hogyan kell mondani? Ez a jálmaz, vagy csatár, nem? Ja, jálmaz, vagy jilmaz. Majd valamelyik sarokba oda rakom, hogy mennyit találtam. Ez meg a Hamsik, nem? Hamsik. Szlovák, vagy milyen nemzetiség. Ja, szlovák, vagy szlovák, vagy szlovén, mit tudom én, a Hamsik amúgy eltaláltam. Óha! Hát, fogalmam nincs. Én mi ez Skriniar? Na, még rá, meg a videó. Hát, ezt nem gondoltam volna, hogy ez a Skriniar. Ez a Benzema. Hát ilyen. Hát akkor kérlek szépen titeket, ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Ákos voltam, ja, meg vagyok is. Na, hello, hajrá magyarok!